Épül az új hullámmedence a Budai úti fürdőben, erről is szó lesz bővebben a mai híradóban, de most nézzük további híreinket röviden. A magyar harmonikások napját tartották a hétvégén. Összevont bizottsági üléssel kezdődik a költségvetés tárgyalása. És farsangi bulit tartottak a gyógyfürdőben. Önök a Városi Televízió híradóját látják. Keddeste, jó estét kívánok! Épül az új hullámmedence a Budai úti fürdőben. Ma öntötték a betonalapot a szakemberek. A munkálatokkal jól haladnak, így a tervek szerint a szezon kezdetére birtokba vehetik a fürdőzők a 17 méter átmérőjű, 200 négyzetméteres új medencét. A hullámokat egy speciális labda generálja majd. Ilyen kialakítású medence az országban csupán 4 van. Néhány hete még csak papíron tudták mutatni a szakemberek az új hullámmedencét, most azonban már ténylegesen is elkezdődött az építkezés. A munkaterület átadása is megtörtént, és ugye ez idén január legelején, és most pedig már szépen haladnak is a munkálatokkal. Remélhetőleg minden rendben lesz, az ütemet tudják tartani. Itt láthatjuk, hogy alul ugye egy beszintezés már megtörtént, illetve a beton testnek a kiöntése zajlik éppen. A betonalap elkészülte után a 17 méter átmérőjű medence oldalfalát alakítják ki, majd a gépházat építik, tette hozzá Tóthin Lóránt. Az új medence a strandfoci pálya közelében lesz, a fürdő ezen része eddig viszonylag kihasználatlan volt. Csúcsnapokban, amikor szerencsésen a teltház körüli létszámunk megvolt, akkor vendéglétszámunk, akkor volt az, hogy ezen a területen is már többen idáig elmerészkedtek, de most már azt tudjuk mondani, hogy már ők is medenceparton tudják élvezni a strandolást. Nagyon valószínű, hogy az újdonság erejénél fogva, meg maga a különlegessége miatt talán még egy elhúzó hatás is lesz a többi medencétől. A vízmérség a szélén 110 cm lesz, befelé haladva pedig 140 cm-ig mélyül. A hullámokat pedig egy speciális labda generálja majd a 200 négyzetméteres medencében. Az országban összesen 4 városban található ilyen különleges kialakítású hullámmedence. A tervek szerint május végén már birtokba is vehetik a fürdőzők. Testi sértés kísérlete miatt indított eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egy 38 éves abonyi nő ellen. Géva tegnap délelőtt egy Abonyi utcán kezdett el veszekedni apósával, írják a polisz.hu-n. A bottal közlekedő férfit egy lapáttal próbálta először megütni, majd több követ dobott felé, melyek eltalálták az áldozat fejét és lábát. Ennek következtében az idős férfi megsérült, a bántalmazás után a nő kerékpárral elhajtott. Gévát a ceglédi rendőrök a bűncselekmény elkövetése után rövid időn belül elfogták, előállították és őrizetbe vették. Az abonyi nőt ma délután bíróság elé állították, és a bíróság szabadlábra helyezte. A Magyar Harmonikások Napja. Ezt az elnevezést kapta az az országos ünnep, amelyet tavaly hívott életre, és idén rendezett meg először a Harmonikások Országos Társasága és Albert Hirsa önkormányzata. A dátum pedig természetesen egyáltalán nem véletlen, hiszen a harmonika király Tabányi Mihály születésnapja adta az esemény és az ünnep apropóját. Idén először ünnepelték a Magyar Harmonikások Napját, melyet a harmonika király Tabányi Mihály születésnapja ihletett. Ebből a jeles alkalomból született egy megállapítás, mégpedig a Harmonikások Országos Társasága megállapította, hogy minden év február 1-e a Magyar Harmonikások Napja kell legyen. És ha már egy ilyen jeles alkalmat definiálunk, és tartsuk is magunkat ehhez a jövőben, ím ez a műsor a mai napon az első ilyen alkalom, amikor megünnepeljük ezt kellőképpen. A 96. születésnapját ünneplő Tabányi Mihály is tiszteletét tette a rendezvényen. A jeles ünnepre díjat is alapítottak. A Tabányi Mihály díjat és a vele járó Várnai György által megalkotott plakettet ketten vehették át idén.
de oklevelet is átnyújtottak a jeles napon. Az ünnepségen a Harmonikások Országos Társaságának elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket. A Harmonikások Országos Társasága az elmúlt közel két évben sikeresen végzi azt a munkát, amit célul tűzött ki maga elé. A jelenlévők közül is sokan támogattak, biztattak bennünket, köszönjük szépen! Büszkeség és öröm számunkra, hogy ilyen nagyszerű rendezvényt tudtunk szervezni, és ilyen sokan eljöttek. Albert is, a polgármestere is részt vett az ünnepségen. Fazekas László nagyon örült, hogy létrejött a Magyar Harmonikások Napja. Egy ilyen életmű a keletkezésekor, a virágzásakor és amikor lezárulóban van, egyaránt üzen a jövőnek, egyaránt képes arra, hogy mint egy termékeny talajként ott azok a bizonyos új értékek virágba szökkenjenek, és ennek lehet meggyőződésem szerint egy nagyszerű hordozó edénye a Magyar Harmonikások Napja. Újra meg újra, legyen így, legyen újra meg újra. Az ünnepi köszöntők után színpadra léptek a leendő utódok is, azok a fiatalok, akik egy gyönyörű, ám nehéz hangszer mellett kötelezték el magukat. Csütörtökön testületi ülésen tárgyalnak a képviselők a város 2017-es költségvetéséről. A döntést azonban most is a bizottsági ülések előzik meg. A költségvetési tárgyalás előtt most is összevont ülésen tárgyalnak majd a bizottságokba delegált képviselők és külsős tagok a város büdzséjéről. Az összevont ülést, amelyen mind a három bizottság tagjai részt vesznek, szerdán reggel 9 órától tartják a Városháza dísztermében. A legnagyobb téma a város költségvetése lesz, de természetesen minden más a csütörtöki ülés napirendjén szereplő témáról tárgyalnak majd a képviselők és szakértők. Farsangi vízi házi bulit és retro fergeteget tartottak a hétvégén a ceglédi gyógyfürdőben. A vendégeket hangulatos fényekkel, szauna szeánszokkal és ízletes koktélokkal várták. Az éjfélig tartó rendezvényen értékes tombola nyereményeket is kisorsoltak. Zene, fények, koktélok és szauna szeánszok, így várták a hétvégén az éjszakai fürdőzésre a vendégeket. Ez a februári programunkba illeszkedik, ugyanis innentől kezdve minden hónapnak lesz egy tematikája. Ez a megújulás és a farsangnak a hónapja. Ez pedig egy vízi fergeteg, amit annak szántunk, hogy egy komplex szórakozást nyújt abban a tekintetben, hogy szauna szeánszok, játékok, fürdőzés, zene, mindenféle érdekesség lesz az éjszaka folyamán. A vízi buliban különböző játékokban is részt vehettek a fürdőzők, például volt lábszépségverseny, de karaoke és közös táncolás is. Éppen most voltunk túl egy lábszépségversenyen. A következő órában lesz egy Szécsi Pál ösztánc, ez egy ilyen retro táncolás lesz, és 23 órakor lesz egy karaoke parti, ami szintén retro nótákra lesz majd, és azt követően 23 óra 30-kor tombola szelvényeket húzunk, közben pedig a kedves vendégeink koktélokat fogyasztanak a vendégeink, illetve borokat kóstolhatnak. Szeretnék színesebbé tenni a vendégek számára az éjszakai fürdőzéseket, így minden hónapnak lesz egy különleges témája. Alapvetően egyelőre a szezon előtt az éjszakai fürdőzéseket kívántuk megújítani, és el is neveztük ezt új hullámnak, mégpedig azzal, hogy a szombat éjszakák, azok Cegléd számára olyan újszerűek legyenek, amikor egy családnak vagy egy párnak érdemes legyen eljönnie ide a fürdőbe, és itt akár a szaunában, akár a vízben, akár a koktélt kortyolgatva, akár a limonádékat vagy a gyümölcsöket fogyasztva egy kellemes megalapozás legyen az éjszakának. Most szombaton, február 11-én este pedig a párokat várják majd különleges programmal a fürdőben. Virággal, tortával és verssel köszöntötték 90. születésnapján Ócsai Józsefnét. Nelly néni 18 éve a szociális otthon lakója. A szépkorú asszonynak az alpolgármester Hegedűs Ágota is meglepetéssel készült a város nevében. Nelly néni azt mondta, a hosszú élet titka a munka, soha nem szerette a tétlenséget.
Pezsgő lufik virágok. Minden azt jelezte, hogy ünnepségre készülnek a szociális otthonban. Méghozzá nem is akármilyenre. 90. születésnapján köszöntötték Ócsai Józsefnét. Neli nénihez az alpolgármester is ajándékokkal érkezett. Szeglét város önkormányzata nevében fogadja szeretettel ezt a város színeiből összeállított virágcsokrot, amit minden 90 éves szépkorú cegvédő lakosnak és a 95 éveseknek szoktunk vinni. Ezzel szimbolizáljuk azt, hogy nagyra becsüljük és megbecsüljük az idős lakóinkat. Hegedűs Ágota a miniszterelnök és a polgármester emléklapjával és ajándékcsomaggal is kedveskedett Nelli néninek. A szépkorú asszony 18 éve él a ceglédi szociális otthonban. A szerény, kedves Nelli nénit nagyon szeretik a dolgozók és lakótársai is. Néhányan verset is írtak neki a 90. születésnapra. És a szép születésnapon sok jó egészséget és sok boldogságot az összes lakók nevében kívánunk. Nelli néni könnyes szemmel mondott köszönetet a szép ünnepségért. Nem volt könnyű élete, mondta, mikor arra kértük, meséljen magáról. Nehéz munkával kezdtem. Göngyölegnél dolgoztam először, udvari, mint udvari munkás. Aztán bementem mosodába, aztán lettem felelős szállító, aztán végül lettem üvegcsiszoló. Mindig dolgozott, soha nem tétlenkedett. Nelli néni azt mondja, szerinte ez a hosszú élet egyik titka is. Dolgozni kell, és nem szabad csopánkodni. Munkával nem törődöm seggel, nem törődöm azzal, hogy vagy, mint dolgozok, és elfogadom azt, ami jön, azt, amit kapok. Nelli néninek két gyermeke született, akik közül az egyikük sajnos már nem él. 4 unokája és 8 dédunokája van. A születésnapi ünnepségről a torta sem hiányozhatott, és persze a közös éneklés sem. Nellinének innen is minden jót, jó egészséget kívánunk. Ez volt a Híradó kedden este, rövidesen a háttérrel folytatjuk műsorunkat. Köszönöm figyelmet!